A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Tudásod csíráját a könyvekben keresd, ez a mai beszélgetésünk mottoja, vendégem pedig Horváth Adrián, a Vörösmarty Könyvtár új igazgatója. Tisztelettel köszöntöm, és gratulálok. Köszönöm szépen, és a meghívást. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos pillanat. Erről fogunk beszélgetni, hiszen egy csomó mindent a pályázatát olvasva azt hiszem, hogy az egy példaértékű, hogy egy fiatal szakember miként látja az olvasás, a könyv, illetve a könyvtárak jövőjét. Tehát ez azt hiszem, hogy példa lehet arra, hogy mi mindent lehet a 21. században kezdeni a könyvekkel, az olvasással. Előtte azonban ismerkedjünk meg, tehát nagyon-nagyon fontos. Nyilván a könyv az alapvetés valakinél, aki hivatásul választja indítatásként, tehát kezdjük talán a pályaválasztásával. Hát én eredendően Szegeden végeztem történelem szakon, és hát már ez egy erős kötődés a hagyományokhoz, nyilván a történelemhez. Történelmen belül én nem szakosodtam. Volt egy megkezdett magyar szakom is, ott nagyon sok összehasonlító irodalomtudományt hallgattam, de ennek nem tettem pontot a végére, a történelemnek viszont igen. Történészként viszont 2011-ben, amikor végeztem, nagyon nehéz volt elhelyezkedni, és ezért kisebb-nagyobb kitérők után kanyarodtam a könyvtár felé, és azért választottam kimondottan ezt, mert második foglalkozásként, második szakmaként szerettem volna egyrészt egy gyakorlati dolgot, egy kézzelfogható, egy szakmát. Tehát, hogy volt bennem egy ilyen indítatás is. Másrészt meg, amikor azon gondolkodtam, hogy merre, akkor mindenképpen fontosnak tartottam azt, hogy a már meglévő alapjaimra építkezzek. Ez egyébként nálam ilyen visszatérő motívum most is. Szeretem, hogyha kötődések vannak. És úgy gondoltam, hogy informatikus könyvtárosként, azaz információval foglalkozó emberként, tehát, hogy aki egyrészt ugye ebben van egy könyvtárosnak lenni egy szolgálat, másrészt pedig a folyton új és új technikai dolgok, és a frissesség az, ami engem vonzott e felé, a pálya felé, és ebben nem is csalódtam. Tehát a szolgálat és a hivatás most már kézenfogva jár ebben az értelemben mindenképpen. De honnét jött a könyvek szeretete? Hát ebbe beleszülettem. Ez mindig ott volt körülöttem. Nagyon-nagyon sokat olvastak nekem a nagyszüleim. Tehát, hogy nem csak este, délután, nappal igényeltem. Másrészt az volt egy ilyen nagyon fontos ilyen forduló pont az életemben, amikor édesanyám először elvitt antikváriumba, akkor Siófokon, ahol én születtem és a gyerekkoromat töltöttem, ott még volt antikvárium, és ötödikbe mentem, kaptunk egy hosszú irodalomlistát a magyar tanártól, és akkor én elhatároztam, hogy én ezt mindet szeretném elolvasni. Anyukám kézen fogott, jó, akkor menjünk be, mert akkor ezeket megvesszük. Magától értetődő volt, és ezért végtelenül hálás vagyok neki, hogy megmutatta azt, hogy hogyan lehet azok között, a könyvek között keresni, hogy milyen értékes könyvek vannak, nem csak az új könyvek, hanem a régi könyvek is, és akkor elkezdtük gyűjteni. És akkor az én könyves polcomon is, a gyerekkönyvek mellett elkezdtek sorakozni az egyéb regények. Tehát ívet adott a jövőképének tulajdonképpen. Igen. Ez a történés is. Tehát a könyveknek határozóak voltak.
De amikor ide került Székesfehérvárra, voltak-e határozott elképzelései, hogy mennyiben kell megváltoztatni, hiszen azt azért látjuk, hogy az olvasási szokások jelentősen megváltoztak. Nem csak az internet okán, hanem a különböző oldalak, a számítógépek elterjedése és a többi. Hát amikor ide kerültem Fehérvárra, az egy részemről egy nagyon többszörösen tudatos döntés volt, hogy Fehérvárat választottam. Egyrészt mert, hogy nagyon közel van Siófokhoz, másrészt gyerekkoromból adódóan, miután kinőttem a siófoki antikváriumot, én már ide jöttem. Tehát gimnáziumból mindig jöttem ide föl, mi úgy mondjuk, hogy föl Fehérvárra vásárolni, de amikor megláttam, hogy kiírták az igazgatóhelyettesi pályázatot, bennem egy olyan dolog is megmozdult, hogy előtte nagyon elméleti dolgokkal foglalkoztam, mert hogy az Országos Széchenyi Könyvtárban eleinte a kutatási és szervezetfejlesztő osztályon dolgoztam, majd amikor ez az osztály ketté vált kutatásra és szervezetfejlesztésre, akkor én a szervezetfejlesztésben találtam meg önmagamat, és volt egy olyan pont az életemben, amikor elég lett az elmélet. Tehát pályázatokkal, könyvtári rendszerrel, trendekkel foglalkoztam, de nem a végeken, és nekem ez hiányzott. Felismertem azt, hogy így nem vagyok teljes. Jött ez a pályázat, pont jókor, ez egy isteni beavatkozás, és akkor döntöttem el, hogy nézzük meg, hogy az a sok elmélet, ami töltődött belém, mert hogy nagyon, nagyon kiváló mestereim voltak, mint például Tóth Máté, most a Pest megyei könyvtárnak jelenleg az igazgatója, hogy nézzük meg, hogy ez az elmélet mennyibe tud a gyakorlatba dolgozni. Tehát határozott elképzelései voltak, melyek voltak a pályázatának a talpontjai? Amikor igazgatóhelyettesnek jöttem, akkor még nem volt pályázat, akkor csak egy meghallgatásom volt. Alapvetően operatív igazgatóhelyettesnek jöttem, mindezt úgy, hogy minőségmenedzsmenttel is kellett foglalkoznom a könyvtárban. Tehát, hogy volt egy ilyen nagyon gyakorlati terület, könyvtárműködés, tehát a rögvalóság, hogyha mondjuk így azok az adottságok, azok az épületeket tekintő adottságok, amiket nagyon, nagyon nehéz változtatni, és volt egy ilyen szárnyaló része. Tehát, hogy nagyon, nagyon jól volt összeállítva, legalábbis nekem tetszően. Tehát beszéljünk akkor inkább a szárnyalásról először. Tehát akkor nyilvánvaló, hogy a szárnyaló rész az megfogta. Viszont a gyakorlati, a röghöz kötöttség ebben az értelemben nyilván ezen nem fogunk tudni változtatni, bár azért az online rendszer majd nagyon sokat segít, erről is szó esik majd, de melyek voltak azok az elsődleges tapasztalatai, amelyek megerősítették, hogy jól döntött? A kollégáim. Ez fontos? Ez az alapja mindennek. Tehát rendben, hogy én most írtam egy igazgatói pályázatot, de hogy ez a kollégáim nélkül egyrészt nem jöhetett volna létre, másrészt, hogy nem valósulhatna meg. Világos, tehát ez már a jövő. Viszont kicsit beszéljünk a múltról, az igazgatóhelyettesi teendői. Mennyivel társultak a megvalósítandó tervek ahhoz, amit végül is itt megtapasztalt és véghez vitt? Hiszen azért láttuk, hogy a könyvtáron belül volt jelentős átszervezés, voltak különböző olyan gondok, tehát itt leginkább azt mondom, hogy gyakran szóba kerül az elmúlt két év, tehát a pandémia, és így tovább. Én azt emelném ki, hogy ebbe a két évben mennyi mindent tudtunk mindennek ellenére megtenni, és akkor tényleg a szárnyalás. A helyismereti csoport volt a magja annak az egyik fejlesztésnek, és mondom, hogy a magja, mert természetesen az állományalakító és feldolgozó csoport, a tájékoztatósok és az informatikusok is besegítettek, hogy létrejöjjön egy aranybulla webarchívum, ami igazából teljesen bárki számára elérhető,
az emlékév kapcsán hoztuk létre, és ez egy unikális dolog, tehát hogy ilyen tematikus webarchívum, ilyen mérvű lezárt, ilyen nem volt. Ez egy hatalmas nagy kihívás volt, mindazok mellett, hogy telephelyek közti átcsoportosításaink voltak, hogy meg kellett oldani, együtt kellett élni azokkal a kihívásokkal, amikkel mindenkinek. De úgy gondolom, hogy a könyvtáros egy olyan szívós fajta, aki megtalálja ezeket a kiskapukat és ezeket a motiváló dolgokat. Ugye emellett a webarchívum mellett lett egy okos termünk. Az is egy rendkívül szerencsés történet volt, mert hogy ugye egy évvel ezelőtt elkezdtük felszerelni a termet, meg volt a támogatás, és akkor jött a november 1-es bezárás, és akkor megint csak segítséggel, de feltaláltuk magunkat, kaptunk egy felajánlást, hogy az Alba Innovár Kossuth utcai épületében a kollégák folytathatják a munkát. És tehát ilyen az, mikor a modern technológia és a könyvek szeretete kézenfogva jár, és összefogást teremt különböző hivatások között. Ez nyilvánvaló, hogy ez megerősítés mindenképpen. Viszont hogy birkóznak meg, illetve mi mindent kell tenni azért, hogy azért valljuk meg, hogy a fiatal korosztálynál az olvasás bizonyos értelemben, ugye számtalan ilyen tapasztalatom van nekem is, egyre inkább háttérbe szorul, hiszen mostanság a változott a technológia, a 21. század kellős közepén élünk, de hát gyakorta mondom, hogy a Gulliver az a fiataloknak ma már az, hogy egy zaklatott életű hajóorvos nagyon kicsi, meg nagyon nagy emberek közé kerül, és ezzel vége. Hogyan lehet visszavezetni a fiatalokat, hiszen ez egy elsődleges feladat a könyvtáros hivatást választók számára az olvasás megszerettetéséhez? Hát egyrészt nagyon, nagyon könnyű, mert, és akkor most büszkélkedek, hogy az adventi időszakban csak a zenei részlegünkön közel 600 gyerek fog megfordulni. Az igen. És ez csak az adventi időszak, és csak a zenei részlegünk, és ott két kolléganő dolgozik, zenei alapú foglalkozásokat tartanak, azt is, zenei alapút is. Tehát, hogy mindenképpen fontos, hogy felvegyük a kapcsolatot, hogy menjünk, keressük az iskolákat, de ugye az iskoláknál is, és ez okozott nekem egy ilyen gondolkodási pontot, főleg amikor a pályázatom kapcsán gondolkodtam, mert az egyik talpköve az, hogy olvasás népszerűsítés, hogy kezdjük el. Ugye ha az iskolákkal tartjuk a kapcsolatot, akkor 7 pluszos gyerekeket érünk el. A 14-18-as korosztály az általában kiszokott esni, úgyhogy ezzel is küzdünk, bár most így, hogy az okosteremmel egészen új típusú foglalkozásokat tudunk, és hibrid foglalkozásokat tartani, tehát olyat, amiben a technika és a könyvtár használat együtt jár, azért ott egy kitörési lehetőséget látok, de hogy abban kezdtem el gondolkodni jó magam is, meg a kollégákkal is, hogy hogyan lehetne azt, hogy már születéstől fogva, és ugye születés előtt már olvasóvá tenni valakit. Figyelek. És ez lenne a legérdekesebb, erre majd szeretnénk egy ilyen olvasás programot indítani jövőre, reméljük, hogy fogunk tudni, hogy a gyerkőc 7 éves koráig olvasson el 1000 könyvet, ez lesz a kihívás. És tudjuk azt, hogy nem csak az számít olvasásnak, ha valaki megtanul olvasni, és maga kezdi elbetűzni, hanem már az nagyon fontos, amikor kisgyerekkortól fogva, vagy akár már a pocakban felolvasnak neki, mert ugye hát hallja. És egyrészt a hanghoz szokik, a beszédhez szokik, a történethez, illetve hát nagyon szerencsés helyzetben vagyunk már, hogy a könyvkiadás is velünk
karöltve jár, hogy elkezdtek olyan könyveket kiadni, ami fekete-fehér, akkor vannak a pöttykönyvek, amikor csak a vonalakat kell követni a gyerekeknek. Vannak azok a könyvek, amiket már vihet a pancsolóba magával, amiket szabadon rághat. Tehát, hogy vannak társ szakmák, amik segítenek minket, és mi is tudjuk őket, de hogy ez lenne a cél, hogy egészen attól, hogy egy gyerek megszületik, már olvassanak neki, mert hogy az a már az általános iskolában megtérül, sőt, már előtte megtérül. És erre szeretnénk mi majd egy olvasást. Tehát megbecsülve a könyvek szentségét, az ízig-vérig olvasót varázsolni a töpörtyükből is már, akár a pocaktól a töpörtyükig. Igen. Viszont emellett a könyvtár kereteinek kitágítását jelölte meg ugye a pályázatában. Ez is benne van értelemszerűen, de a többiről hadd kérdezzem, mert rendkívül érdekes ez a program. Tehát itt van, ugye rögtön itt van advent, ez az élő adventi naptár a karácsonyi időszakban, tehát Szent Karácsony ünnepén azt hiszem, hogy ennél fontosabb nincsen. Erről váltsunk néhány gondolatot. Ez szintén a zenei részlegünkből indult ez a kezdeményezés, hogy mi lenne, hogyha mi úgy segítenénk könyvtárként az ünnepre való hangolódást, az elcsendesedést, hogy olyan tartalmakat, olyan személyes tartalmakat adunk a fehérváriaknak, vagy a Fehérvár utcáin sétálóknak, amit mi közvetítünk, ami tőlünk jön. És két kolléganőm kitalálta, hogy akkor a könyvtár munkatársai olvassanak föl számukra kedvelt adventi témájú verseket, akár meséket, novellákat. Én magam egy könyvrészletet választottam, akár videóformájába, akár csak hanganyag formájába ezeket rögzítjük, QR-kódosítjuk, elhelyezzük a honlapunkon, és minden könyvtárunk ablakába, ahogy múlik az idő, egy-egy nap egy újabb történet, egy újabb tartalom fog kikerülni, és ezt egy mobiltelefon segítségével bárki a QR-kódot le tudja olvasni, és már hallgathat is minket a mi üzeneteinket az irodalmon keresztül. Ez egy remek gondolat mindenképpen. Meg az is, tehát ezt nyilván akkor ezt otthonról is megy, sőt, útközben. Viszont a könyvboxokról kérdezném, annál is inkább, mert ugye azért megszoktuk, hogy ez már egy tipikusan 21. századi történet, a város különböző pontjain telepíteni könyvboxokat. Ez Igen. egy remek lehetőség arra, hogy sokkal kitágítsák, sokakkal megszerettessék az olvasást, hiszen valljuk meg, hogy jó néhányan nyilván ezek frekventált helyeken lennének, ahol sokan megfordulnak, hiszen azért még nem mindenki jár könyvtárba, bárha ezeket az új programpontokat valaki részletesen megismeri, akkor nincs kétségem, hogy sokan lesznek. Bízom benne. Igen, ez egy tipikusan olyan szolgáltatás lenne, amivel kitágítjuk a könyvtár fizikai tereit, illetve a nyitvatartási időt. Mert hogy bármikor vissza is lehet majd hozni a boxsal könyvet, illetve hát foglalás után átvenni. És én közlekedési csomópontban gondolkodtam, ez nem annyira elterjedt Magyarországon, mert mindenki a könyvtárhoz rakja közel, nyilván ennek több oka is van, de szerintem sokkal izgalmasabb, ha mindig abból indulunk ki, hogy milyen adottságokkal rendelkezünk, és akkor, hogyha megnézzük Fehérvárt, rengeteg az ingázó. Rengeteg az az ember, aki mondjuk hatig dolgozik, és hogyha mi bezárunk, akkor már nem tud eljönni. Vagy hogyha végig gondoljuk azt, hogy egy fárasztó munkanap után nem biztos, hogy úgy beejtjük a könyvtárat. De hogyha amúgy is útba esik mondjuk az a könyvbox, a könyvátvétel, akkor lehet, hogy könnyebben fogjuk használni a katalógust, böngészünk, rákattintunk, és akkor következő nap már ott vár minket a csomag. Arról született döntés, hogy milyen elvek mentén választják ki azokat a könyveket, amelyek adott esetben ezekbe a könyvboxokba kerülnek?
teljes katalógusunkból lehet teljes. Majd válogatni, az elérhető, szabadon elérhető állomány. Tehát lenne erre egy applikáció, és akkor azon keresztül, akár ahogy más, könyv, más automatákat használunk, ugyanazt a szisztémát követve, hiszen nem kell mindig újdonságokban törni a fejünket, jók a megszokott dolgok, mint például egy rendelési folyamat. Akkor most menjünk el a felhők fölé. A felhő alapú e-könyv, az megint csak ízig-vérig 21. századi története. Hát igen, mert hogy azt is otthonról, könyvtári tagsággal az lenne a cél, hogy otthonról lehessen kölcsönözni. Ugye itt is több dolog mozgatott minket. Egyrészt az, hogy a fizikai tereink végesek. Másrészt meg vannak olyan olvasói szokások, amik már új eszközhöz, és nem a könyvhöz, hanem adott esetben e-könyvolvasóhoz, vagy akár egy más generációnál mobiltelefonhoz kötődnek. Nekünk ehhez alkalmazkodnunk kell. És az, hogyha valaki a mobiltelefonján szeret olvasni, és ott jegyzetelni akár, akkor mi ezt segítsük meg. Tehát Ez a felhő alapú e-könyvszolgáltatás is egy ilyen dolog lenne, ami nem újdonság, mert hogy bármilyen könyves cégnél ugye e-könyvet tudunk rendelni, de mi lenne akkor, hogyha ezt a könyvtártól tennénk, és azok a példányok ugyanúgy később is olvashatók. Tehát elkötelezett az újdonságok iránt is, viszont a könyvtárbusz nem újdonság, nagyon régen, nagyon sok helyen működött. Én azt hiszem, hogy itt Székesfehérváron is szükség van rá, bár nagyon sok könyvtárt segít, tagkönyvtára van a Vörösmarty könyvtárnak, de azért az fontos lenne, hogy olyan területekre is eljusson, ahol adott esetben túlságosan távol van, hiszen ez minden korosztálynak fontos. De én leginkább az időskorú barátaimra gondolok, akik azért bizonyos időszakokban, tehát gondolok itt a téli időszakban meglehetősen nehezen mozdulnak ki. Számukra már most is elérhető a házhoz szállítás, tehát hogy ezt nyugodtan kérhetik, mert a házhoz szállítása, ami ki tudjuk vinni a kért könyvet. De igen, a könyvtárbusz egy szintén egy ilyen mobil dolog lenne, amivel Fehérváron egyrészt az ellátatlan területeket szeretnénk megcélozni, a nyugdíjasokat, illetve szóba került még az, hogy Fehérvárnak ugye adottsága az, hogy rengeteg ipari terület van. És a gyárakban dolgozók szintén azok, akik nem jutnak el hozzánk, vagy csak nagyon nagy erőfeszítések árán. És mi lenne az, hogy mi lenne, hogyha el tudnánk nekik vinni oda helybe? Tehát ez szerintem egy olyan szenzációs gondolat, amivel megkönnyítenénk az olvasáshoz, a könyvhöz, vagy akár a folyóirathoz való hozzájutást, akár egy olyan krimihez, ami átlendít a mindennapokon, vagy egy olyan szakirodalomhoz, amihez éppen szükségünk van, hogy hiteles forrásból tájékozódjunk. Mert ugye azok is mi vagyunk, az is a könyvtár. Tehát nem csak a szórakozás, hanem a tudományos dolgok is, azok is mi vagyunk. És az, hogy vidékre is vigyük a könyveket, az meg a települési ellátásban egy szintén olyan dolog, aminek meg kell lennie, mert vármegyei hatókörű városi könyvtárként ez kötelességünk. Tehát ez egy kiérlelt jövőkép, nincs kétségem felőle, hogy sikerrel járnak, mert hogy az okos könyvtári siker lett, ami ugye tavasszal indult. Ez szintén egy olyan gondolatsor, ami ízig-vérig 21. századi ismétlem önmagam. Igen, igen. Ez egy hatalmas nagy lehetőség volt, és nagyon köszönjük Laufer Tamásnak, hogy ezt lehetővé tette, és főleg azt, hogy hitt a könyvtárban, és hogy együtt gondolkodott velünk, és hogy megismerte a könyvtárat. Tehát ez szerintem a mindennek az alapja. Meg az, hogy ő nagyon szeret olvasni. Tehát ott is volt egy kapcsolódási pont az ő olvasás szeretete. Jó, hát én ehhez kívánok további sok-sok, én azt mondom, hogy olyan elképzelést, amit aztán később meg is tudnak valósítani, hiszen a hitelesség alapja, hogy az elképzeléseinket utána tűzön-vízen átvigyük véghez. Ebben azt hiszem, hogy nem lehet kétségünk, hogy ezt meg is teszik. Milyen könyvet olvas majd karácsonykor?
Most itt a felolvasás kapcsán, az adventi naptár kapcsán elővettem azt a könyvet, amit évről évre újra szoktam olvasni. A nagymamám azt üzeni bocs Frederick Beckmantől, ebből választottam egy részt, és ahogy már jöttem Fehérvárra, elkezdtem újra olvasni, úgyhogy ez lesz. Megerősítettem, a nagymama üzenete, a nagymamák üzenete mindig nagyon fontos egy ilyen kiemelt karácsonyi időszakban, ünnepi időszakban is. Nos, hát én ehhez kívánok sok erőt, egészséget, valamennyi munkatársának, önnek is természetesen, és hát áldott szép karácsonyt mindnyájunknak, könyvekkel a kézben. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Horváth Adriana, Vörös Marti Mihály könyvtár új igazgatója volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.